A tojás termelői árának 20% körüli növekedése várható a takarmány áranak emelkedése miatt. A takarmány drágulás minden állattartót érint, annak hatásait nem lehet hosszú távon ellensúlyozni. A tojás termelőknek csak az átadási árakhoz van közük, a bolti árakat a kereskedők határozzák meg. Szerencsére nem kell arra készülni, hogy a termelők tömegével zárnának be, de a kisebbek áremelés nélkül hamar ellehetetlenülnének. Jelenleg azt érzékelik a termelők, hogy a megszokottnál nagyobb mértékben érkezik uniós import az országba, ami még több magyar termelőt hozhat nehéz helyzetbe.